10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lássuk a rajtot e pillanatban. Felálltak a fiúk a rajtrácsra. Azonnal indul a utam. És el is indult. Rudas István elég jól eltette a rajtot. De úgy néz ki, hogy Csépő Máté lerajtója. És igen, lerajtolta. Következik az első kanyar. Egy kis koccanás, ahol Csépő megtartott az első helyét. De lássuk, úgy néz ki, hogy nem fogja tudni megtartani Rudas István a második helyét sem. Ups! És Rudas István kiütötte Csépő Mátét is. És ezúttal Szene István jött ki jól. Úgyhogy ővé a pole pozíció, illetve az első helyezett egyenlőre, úgy néz ki. Őt követi Dávid Kovács, akinek a nyomában ott liheg a csapattársa, Szikán Szilveszter. Úgy néz ki, ők hárman elég szépen eljöttek. Megúszták azt a csetepatét, ami ott hátul történt. De hát nem tudom, Dávid mennyire lesz az a futama jó, mivel Szikán Szilveszter van a hátánál. Elengedje, vagy nem engedi el, nem sokára kiderül. De nézzünk hátrébe. Negyedik helyen ugye Orbán Péter, ötödik helyen Prémus Abner, elég szépen feljött. De őt követi Csíkő Máté. Úgy néz ki, hogy kicsit életem a hátul. De Csíkő Máté a hatodik. Hogy elnézést kérek azoktól, akik. Na, de mindegy, de Orbán Peti próbál elkapni. Azt mondja, Prémus a negyedik helyen, utána Csépő. Prémus egy kicsit elfékezte magát. Talán a kigyorsításnál Prémust el tudják kapni. És így van, Prémus hibázott, Csíplő talán itten meg tudja előzni. Így is van. Hát Csíplő elment, de Orbán Peti is elment, úgyhogy Prémusnak ez nem volt a legjobb. Sőt, 5 helyet veszített aztán. Úgyhogy elég sokan elmentek mellette. És a balesetet szenvedett Rudas István a 9. helyen megelőzte Prémus, illetve megpróbálna megelőzni Prémus, de Prémus ezután nem venni magát. És Rudas István tolja le a pályáról Prémuszt. Nézzük, hogy igen, Prémus azonnal
ezt kihasználván Lépi Attila meg is előzi. Elég szépen féktáblásuk. Sőt, mi több, majdnem be tudta tenni az autót. Réki csapattársa, Major Gábor is. Lássuk Varga István. Elég rossz helyen kullog, de igaz, hogy pont. Épp hogy az utolsó azok közül, akik pontot kapnak ezen utatban, mivel a zenét csípőben 12-en kapnak pontot. Így Varga István, hogyha megtartja legalább ezt a helyét, akkor esélye van arra, hogy kapjon egy pontocskát. Őt követi Molnár István, aki talán esetleg remélhetőleg nem gyorsan, mint Varga István. De próbálkozik a Ferrari-val, Molnár István. Lássuk, hogy őt kiköveti. Úgy kis Levi követi a 14. helyen. Majd a 15. helyen Butocki Gábor. Elég nagy lemaradása. És az újonc a ligába, Ádám Lafai. Ő elég hátul kezdte az első futamját a ligának. 16. helyen, de hát ugye bizonyára lesz ez még jobb is. Hát Szandó Balázs úgy néz ki, megfontoltan szépen lassan, nem nagyon sietve 10. helyen, 17. helyen kullog. De hát bizonyára ő azzal a taktikával van, hogy lassan jársz, tovább érsz. Úgyhogy már most ezen a szakaszán a futamnak próbál spórolni az üzemanyaggal. Hát ugye amit még nem mondtam el, és ameddig a fiúk még itt nem csillagszóróznak, addig elmondanám azt, hogy a Zenith GP-ben nem elég az, hogyha gyors vagy, taktikus is kell legyél, mivel ugye 100 literes üzemanyagtank van az autókban, ezért azzal kell gazdálkodni, ami van, és futamról futamra, pályáról pályára változik az a mennyiségi üzemanyag, amely maximális megterheléssel, maximális nyomással lehet használni. Ezzel azt értem, hogy 3 motor teljesítmény van, ugye logikus 1-es, 2-es, 3-as. Mi az 1-es, az a nagyon spórolós motor teljesítmény, ugye hát a beállítástól függően körülbelül a maximum 270-290 km/h lehet elérni természetesen. Ezt egy átlag beállításra értettem. Majd következik a 2-es teljesítmény, ahol azért van egy kis végtempó is, egy kis erő is, de valamelyes spórol. Majd van a 3. fokozat, amely az előzésre szolgál, illetve egyesek előzésre használják, mások felzárkózásra használják. Ezzel ugye a motor teljesítmény maximális erejét ki lehet használni, és ezzel előzni, illetve meglógni a dolgozóktól. Hát akkor nézzük még egyszer át, úgy néz ki, hogy Cene István elég szépen elől tartja magát az első helyen Ferrari-val. Őt követi Kovács Dávid. Az a Kovács Dávid, aki hoppá, és Cene hibázott. Hát az a Kovács Dávid, aki a Zenith GP második évadában második helyre ért föl. De úgy néz ki, hogy ezúttal Cenének problémái lesznek Kovács Dáviddal, mivel Dávid egyre közelebb van Cenéhez, de ugye nem tudjuk, ezen a részen még egyenlőre nem lehet tudni, hogy spórolnak-e, vagy maximum elmennek.
mondjuk amennyire a többiek le vannak maradva, úgy néz ki, hogy ők tövig nyomják a gázt, illetve talán Szene és Dávid tövig nyomják a gázt, de legfőképpen Dávid, mert úgy néz ki, hogy feltétlenül szeretné előzni Szene István. És talán kettes fokozattal a kapcsoló csupán gázszélesztve, hogy épp tudja tartani velük a világ. Hát amit el kell mondani még erről a módról, illetve a pozitívuma ennek a módnak, még az lehet, hogy abban az esetben, ha elég közel vagy valakihez, és úgy gondolod, hogy nem szeretnéd megelőzni azt az illetőt, de azért próbálnál minél több üzemanyagot spórolni, azt megteheted úgy, hogy közel maradsz az illetőhöz, leveszed a motorteljesítményt mint kettesre, illetve egyesre, függ akkor, hogy az előtted lévő mennyire siet, vagy mennyire nem, és a szél árnyékában ugyanazt a tempót meg tudod tenni te is, mint amit az előtted lévő egy fokozattal nagyobb teljesítménnyel megy. Tehát az a szél árnyékban lévő spórolás az üzemanyagilag kifizetendő lehet, viszont a gumikra ugye elég rossz hatással van, illetve a féktávon lévő megállásra. Ugye tudjuk, hogy ha szélárnyékba autózol, akkor nincs meg az a tapadásod, és ilyenkor jobban csúszik az első kerék, illetve oldalvás csúszik, és akkor jobban használod a gumikat. Na de hát ennyit a technikai ördöngőségekről. Úgy néz ki, hogy Szene István még mindig az első helyen, Dávid nem tudta őt megelőzni. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy na most akkor egy kicsit visszább veszünk és spóroljunk, mert ebből probléma lesz a végén. Őt követi harmadik helyen Gál Szilveszter. Hát egy olyan másfél másodperc, a másfél két másodperccel talán lemaradva. Ugye, hogy szerintem spórol. Negyedik helyen elég szépen lemaradva Cséplő Máté, akit közvetlen Orbán Péter követi. Hát ugye lemaradtunk az előzésről, de hát sajnos ez van. Orbán Pétert követi Rudas István, az a Rudas István, aki ugye pole pozícióból indult, majd az első kanyar végeztével egy balesetbe került, és egész vissza hátra esett, ahhoz képest elég szépen eljött, 5. helyen van, bocsánat, 6. helyen, őt követi Réti Attila a Red Bull-al, próbálja tartani a viramot Rudas Istvánnal. Ugye náluk se lehet tudni, hogy most mennyire spórolnak, illetve mennyire nem. Hát Rudas István tudjuk, hogy tud spórolni. Következő Major Gábor 8. helyen. És majd jó magam, hát egy embert megelőztem valahol. 9. helyen. Ugye átcsúsztálok. És közvetlen utána egy elég csúlyú boly, a 10. helyen Orsós János, akit az egyik Ferrari Molnár is van megkocsintott, majd előtte Primus. Nem is Primus, Varga István volt az, aki hibázott. Neki kocsantott. De hát azt mondja, hogy ott maradt a 10. helyen Orsós János, 11. helyen Molnár István, 12. helyen Kislevi, akit Rakai Ádám már a 13. helyen, tehát az utolsó helyről feljövén, és megkot és kifordítja. Hát ez nem szép. De bevárja. Ez egy piros pont. A fekete pont mellé. Igaz.
ez a versenyfelvételről van. Első futamon ugye voltak húvások, viszont a ligának van egy szabályzata, és ott feketőn-fehéren le van írva, hogy hogy kell ütni. Tehát XY kiütőt, ezen is, ezen a részen, ekkor és ekkor, visszajátszás, stb. Most azért nem olvastam, hogy pontosan, hogy van. De a ligatagoknak kutya kötelességük a szabályzatot elolvasni, és úgy beadni a dolgásokat, ahogy ott le van írva. Na, hát akkor nézzük, ugye 12. helyen Rattai Ádám próbálja megelőzni Kis Leventét. Hát, lássuk, maradjunk rajta. És megmutatja magát, hogy azért Jules Levy vagyok. Na, most ez lehet, hogy más. De menjünk hátrébb, 13. helyen a már nem pontot szerző Varga István, ugye hibázott, és így visszaesett, elég szépen elég sokan megelőzték. Itt utólag azt tudom mondani, ugye, mivel tőle már hallottam, hogy ő ugye teszteli a módot, tehát a minimális, a maximális határokat. Itt ugye a minimál határokat próbált minél több üzemanyagot spórolni, sajnos túlságosan is sokat spórol, de majd belejön. Többek között ő a csapattársam, tehát kicsit hozzá kell szokni a módhoz. 14. helyen Orsós János, aki szintén, ha jól emlékszem, benne volt egy balesetbe. Úgyhogy lássuk ő is, hogy mire képes, de hát nem kellene siránkozni, ez még csak egyenlőre az első futam. Úgyhogy van még ezen a futamon kívül 14 futam, összesen 15 futamunk van. Tehát, mint mondottam, 14 futam van még arra, hogy azért feljön zére. És ha már a 15-ös számnál tartunk, a 15. helyen Butocki Gábor. Hát, úgy néz ki, hogy se lőtte, se a háta mögött, senki nincs. Úgyhogy neki is van még ugye 14 futam arra, hogy belejön ezen a korba. És a 16. helyen Sandó Balázs. Hát ő már elég régóta velünk van, hát azt a kanyart nem igazán úgy kellett volna bevenni. De hát ízlések és kokonok. 17. helyen már az első kiesünk, Jön Szabner, aki hát nem igazán tudom, hogy miért esetett ki, de hát ez megesik minden ligában, elindulunk, majd rontunk és kiesünk, de lehet, hogy ő összetörte. Na de visszajövünk az első helyre, még mindig úgy néz ki, hogy Szene István az első helyen van. Ő követi Dávid barátunk, Kovács Dávid, és eléggé rá van kapadva, de még talán még most sem elég. Most járnak a célegyens rávezetőnél, mind a ketten szinte mint a férnál, illetve kötélen húznák egymást. Dávid féktávokon azért megközelíti. És itt egy kicsit rontott, tehát a kigyorsítás nem igazán jött össze neki, és István nem hozott. De Szilveszter nem igazán közelít rájuk. Úgy néz ki, hogy Szilveszter egy kicsit visszavett, meg próbál spórolni a gumikkal, illetve az üzemanyaggal. Lássuk hátrébb, hoppá, lemaradtunk egy furcsa dologról, Réti Attila megelőzte, illetve nem maradtunk le, mert így volt, Réti Attila megelőzte. Hoppá,
Képű Mátét is, meg Rudast is. Hova tűnt Rudas? Holnap tettje a hatodik. És Molnár István a hetedik. Na most ez a 12. kör, úgyhogy még szerintem egyelőre nem jönnek a boxba. 8. helyen Rudas István. És lássuk. 9-10. Helyen Rappai István megelőzte Létei Attilát. Hát ugye itten próbálja visszaelőzni. Lássuk, hogy sikerül-e. Nem hagyja egyik sem magát. És itt úgy néz ki, hogy sikerült. Hát ennyi volt, viszont Rappai. Lássuk, hogy vissza tudja előzni. Visszaesik 13. 14. helyre. Gyorsan egy gyors gumicsere, majd megy is tovább. Ez szép volt. Varga István belső kiállunk, úgy néz ki, 13. körben. Szandó Balázs, 15. kis. Rudocki szerintem, nem tudom mit csináljuk a 16. helyen, de elég hátul van. Hát persze az nem jobb is. És úgy néz ki, hogy Szene István vagy hibázott, vagy boxban volt. Erről lemaradtunk. Igen, Szene István és Dávid boxban voltak. Így Dávidnak jobban jött ki, Tomás Dávidnak jobban jött ki a box kiállás, és egy elé vágással megelőzte Szene István. Igen, hát ők szuper lágyal vannak, mint a... illetve talán lágyal. Csépő a negyedik helyen. Hát még amit ugye kell tudni, tehát megvan adva minden egyes pályára, megvan adva, hogy milyen gumikkal kell indulni, és milyen, ugye a szerver is eleve úgy van beállítva, hogy csak-e azon a bizonyos gumikeverékeken lehet fölmenni. Ezúttal a Super Soft és a Soft az a gumi, amivel föl lehet menni a pályára, a szerverre. Aki ugye más gondolat próbálkozna, azt nem, annak nem sikerül, ugye, mert a szerver úgy van beállítva. Így nem lehet okoskodni, hogy na most egyébként lágy médiumra van beállítva a pálya, és akkor felmegyünk Super Softtal, futunk egy-két gyors kört, és a többieket megalázván ott vagyunk elől. Na, ezt nem lehet csinálni. Úgyhogy így oldottuk meg, hogy lágy, illetve a szerver már úgy van beállítva. Na már most a szuper lágy és a lágy között ég és a föld a különbség, egyesek között, egyesek szerint. Mi szerint a szuper lágy 5-6 kört bír ki, viszont hamar túl melegszik, legalábbis ezen a pályán. És a lágy az akár, mint láthatjuk majd, fél távolt is, tehát egy fél órát is kibír. Hát, hogy körülbelül a szuper lágy, ez olyan 10-15 perc
környékén már elkopik, tehát elég veszélyes, és a probléma ugye abból adódik, hogy ezek a gumik, tehát a mód úgy van megcsinálva, hogy tapad-tapad majd dur, úgyhogy az, aki megpróbál úgy menni a futamon, hogy na most szuperlágyal elindulunk, és talán végig menjünk vele, minél többet menjünk vele, így lehet, hogy meglepetés fogja érni azáltal, hogy kitűzi magának a 16-17 kört, és a 10. körben vagy 12. körben eldurran a gumi, így ahelyett, hogy nyerne a hosszas kintlevéssel, veszít, mivel durdefekttel kell becamogjon a boxba egy gumicserére, és talán esetleg, ha rossz időben történik meg a durdefekt, akár megtörténhet a falnak is, és többre teheti az autóját is. Na hát a Csépjú Mátéből szerintem ennyi elég. Közben a kisfiam megkínált engem a sütivel, ezúttal is köszönöm szépen. Már egy kíván sütit. Na akkor Mátéról most átmenünk. Na, csapattársad Udas Istvánnak. Hát aki úgy néz ki, hogy beáll.
fázisban, ugye megelőzte Csíkó Martit. Térünk hátra. Tétő Attila. 6. helyen. Senki sem. Holban Peti a 7. helyen. Akit Réti Attila követ. Lássuk. Körülbelül 30 perc már eltelt, így vettem tőle már mindenki kiállt minden egyszer a boxba. Ez a 30 perc, ez 19 kört jelent, pontosan 31 perc telt el, ugye a 19. körben vagyunk. Nem volt annyira csúszós, pedig ez egy elég furcsa pálya volt. De hagyjuk is a pályát, és nézzük meg egy volt. Nem is már meg tudja előznie Dávidot. Hát én most ezt azért kihagynám. Nem vagyok az az orgánom, aki ordibálja. De megelőzte, gyerekik! Zene István megelőzte Kovács Dávidot. Örüljünk neki. Én örülök. Vagy nem. De mindegy. Lényeg az, hogy volt előzés a pályán, és nem maradtunk fel. Különben minden tiszteletem mindkettőjüké, mert nagyon nyújták ezen a futamon. Olyannyira, hogy elég szépen megalázták a többieket. Lássuk hátrébb, mi történik. Szerintem addig nem jöhet újra. Dávid nem érkezi vissza István. Dávid pihenj egy kicsit. Hát Szilveszter a 3. helyen elég szépen le van maradva. Na már most ő úgy néz ki szerintem, hogy tankolni volt, ha elnézést, gumicserén volt. Elkettőleg, ugye? Viszont 1. körben járunk, 34 perc telt el a futamból. Rudas Istvánt láthatjuk a 4. helyen, aki egy ugye pole pozícióból indult, majd az első kanyarban balesetbe került. Ugye ő a 4. helyen van most per pillanat, 21. körét rója, és 34 perc, 48 másodperc telt el a futamból. Őt követi Létai Attila. És akkor itt egy kis csöndsünet.
Kihajtották a lelküket az autókból, a tudom első részén most spórolni kezdenek. Illetve akinek van egy kis plusz üzemanyag, azt meg megpróbál kicsit sietni. Hoppá, hoppá! Itt láthatunk egy kis csetepatét, méghozzá Csíklő Máté és... Csépő Máté között, Csépő Máté szépen megelőzte Major Gábort, miután Major Gábor elhagyta a pályát. Ugye hát sietett volna, de hát rosszul vette a kanyar, de Csépő Máté megelőzte. Úgy néz ki, hogy Major Gábor ezt a kanyart nem igazán tudja bevenni rendesen. És hát... Jól látom, Erapai meg is érkezett Major Gáborra. Nagyon rátapad Majorra. Lássuk, mikor lesz. Hát ugye azt nem mondhatom, hogy ha lesz előzés, lesz előzés, csak azt még nem tudjuk, hogy mikor dönt úgy Rafai, hogy na most azt tövig nyomja. Úgy néz ki, hogy most nem, belülődik szélárnyékba. Talán Major Gábornak egy kicsit nagy a végtempója. Itt féktávon próbálkozik. Nem jött össze, Major zárt az évet. Kigyorsításnál Major egész túlretően el tudott jönni. Rappai tapad rá. Légy a légy
mások újból féktávnál. Féktávnál Major túl csúszik a videát. És nem sikerült, de Raffai nem hagyja magát. Major most problémában van. Csak ki ne üssék egymást. És ennyi volt. Raffai meg is előzte Major Gábort. Ugye próbálkozik még visszavenni, de hát Raffai gyorsabb volt, halljuk be most itten. Mondjuk ez lehet annak is köszönhető, hogy Major spórol egy kicsit az üzemanyaggal, de hát ilyenkor nem kell spórolni. Hát elég szépen elhúzott Raffai Majortól, úgyhogy Raffai biztos 3-as fokozatban megy. Történik. Hát, hogy Molnár István szép kényelmesen a 10. helyen. Orbán Peti a 11. helyen kullog. Milyen még ezek a helyek meg pontokat érnek, úgyhogy sok kicsi sokra megy. Egyúttal tesztelik konkrétan a módot is. 12. helyen a Mercedes-szel Varga István, ugye az utolsó kis pont szerző. Próbál fordulási módhoz. És lássuk azokat, akik egyenlő úgy néz ki, hogy ezen a futamon pontocskát nem tudnak szerezni még egyenlőre a 25. körben. Tehát 13. helyen Orsós János, 14. helyen Kis Levente, hangsúlyozom, ez az 25. kör, tehát még a végén semmi nem biztos. Szandó Balázs a 15. helyen, 16. helyen Brutócki Gábor, aki már kiállt, feltehetőleg elfogott az üzemanyagja, vagy balesetet szenvedett. 17. helyen Dettó balesettel Primus Abner. És első helyen Szilveszter, Gál Szilveszter, aki feltehetőleg a tankolások és a kiállások. A kiállások miatt engem meg fognak kövezni. Tehát a kiállások miatt ugye belül csak egyszer állt ki, így úgy néz ki, hogy kiáll, hogy előnye van. Kicsit összekavarodtam. Na, de a lényeg az, hogy Gárci lesz az első. Második helyen lemaradván Fene is István. Ezúttal a zelévágást Fene Istvánnak köt ki, mert Dávid Kovács, Kovács Dávid barátunk harmadik helyen tudta tartani a Williams. Aki elég szépen próbálgassa azt a rázókövet lenyomogatni. A rádókövet annyira használni, mert mondjuk úgy van megcsinálva a beállítás, hogy nagyon az alja nagyon lent van, akkor elég szépen megdobhatja az autót, és aztán nézhet, mint Maria Zuba. Látjuk, 4. helyen Lulas István. Hát azt kell mondjam, hogy ez a futam nem jött ki Rudasnak, illetve hogy kedves barátom szavajárással éjek, Rudasnak ezúttal nem áll az ászló, és aki tudja,
és aki nézte a GoSTV, az STV és a többi TV, BSRL TV-nek a futamait, az tudja, hogy ki volt az illető, aki egy futamunkon azt mondotta, hogy és rudasnak áll a zászló. Hát ezúttal rudasnak nem áll a zászló. Úgyhogy Rudikán vagy Viagra, vagy több gyakorlás. Hát megesik ez. Jobb házaknál is felszünk. Jó látom. Ludas István közeledik Kovács Dávidra. Na, hogy ebből mi lesz? Ezt tudjuk, hogy Kovács Dávidnak nagyobb volt a végtempója. Már a motorzónnal lehet hallani, hogy lehet, hogy 2-3-as van nyomni a Rudi. De hogy hamarabb elvált, ugye, ja, még ez is egy taktika, hogy lehet spórolni a üzemanyaggal. Hogyha mondjuk 2-3-as fokozatban mész, ugye ott még azért kettesben elős, amikor ugye hamarabb elváltott, picit lomhább az autó, viszont megvan a végtempód, és több üzemanyagot tud spórolni, viszont ugyanúgy megvan a végtempód, mint hogyha tegyük egyesbe hullognál. De lássuk, hogy Rudas Istvánt mikor fogja megelőzni Dávidot, ha megelőzi. Ha csak nem áll be a szélárnyékában spórolni egy kis üzemanyagot. Lássuk a féktávnál. Féktávnál Rudas István esik például Dávidra. De nem, tartsa távolságot tőle. Lehet, hogy azt jelenti, hogy Rudi próbál spórolni az üzemanyaggal, ott menj inkább a hátánál, mint hogy tövig menni a gázt, és azt is menjen. Ugye hát elég közel lehet, spórol egy kis üzemanyagot, majd a végére talán fölteszi harmadik fokozatban is, szépen elhúz a csíkot Dávid előtt. Viszont arra is kell gondolni, hogy Dávid is lehet, hogy spórolósabb üzemmódban van. És ugye a Williams-eket tudjuk, hogy nagy a végtempójuk. Illetve nagyobb a végtempója, mint a jelenleg látható McLarennek. Hát ugye ez a McLaren, ez nem az a McLaren, amely ugye a 2015-ös szezonban próbál fölzárkózni, de úgy néz ki, hogy most megunta, Rudas István megunta, és tolja le a pályáról. Szó szerint tolja le a pályáról, és meg is előzte. Hát ennyit a spórolásról. Úgyhogy Rudas István úgy gondolta, hogy na most már itt az ideje, hogy elmenjünk, és Rudas István ezzel az előzéssel feljött a dobóra, úgyhogy Rudas István harmadik helyen. Hát Dávidkám elég szépen visszacsordogáltál, ugye voltál te már első helyezett is ezen a futamon. Hát lehet azt mondani, hogy elég kaotikusnak indult a futam, ugye, a Rudasnak a balesetjével. De ahhoz képest elég szépen felhozta. Meglássuk, hogy elég lesz a végig a 31. körben járunk, és eltelt 50 perc. Ami azt jelenti, hogy körülbelül van még 10 percünk a futamból. Hát lássuk, mi történik hátul. Réti Attila, szépen megyeget ő is, ő követi Réti Attila,
Hát, azt tudom mondani, hogy jó volt a futam, jó, minden szép és minden jó, csak hát, mint majd ki fog derülni célegyens előtt, ki fog ipanotta. Ugye itt már azunk sem a régiek. Hogy az Isten ugye a Kolbenben is a Paterban milyen jó helyen legyen. Őt követi, ugye Raffait a hetét helyén követi Csépül Máté a másik McLarennel, aki most bejön a boxba egy gumicseréért. Jön, azt kell tudjuk, hogy körülbelül az utolsó 9-10 perc van még hátra. Úgyhogy Máténak ez egy elég rizikós húzása, de hát majd maradt a 8. helyen, ugye a 9. helyen Orbán Peti van, akit Major Gábor követ a 10. helyen. Hát közelebb is közelebb van hozzá. Csak hát kérdéses, hogy Gabinak mennyi üzemanyagja van még hátra. Ezt akarom szépen, itt a Gábor. Gyorsítás is elég jó volt. Tudja tartani az iramot Orbán Petivel.
távnál, fék távnál nem ütik ki egymást, szépen óvatosan, és cene is van, sikerült megelőzni Szilveszter. Az a cene is van, aki kettő alkalommal volt kint a boxba, most friss papucsokkal járkál, és Szilveszter azért enyhén kopott a bunival, de nagyobb kitartással próbálkozik. Ugye hát elméletileg még 4 percünk van a futamból. És hát az izgalom az a végére maradt. Hát Szene István per Gászírasztál csata. Csak úgy néz ki, hogy Szilveszter feladja, vagy mégsem. Szilveszter megpróbál. Így van, ebből a kanyarból nagyon szépen kijött Szilveszter István, közelebb is van Szene Istvánhoz. Mások a fék távra, ha nem rújtja el, akkor jól ki tud gyorsítani. Így is van rajta, hogy tudok maradni a célegyenesben. Itt egy nagyon picit azért személyi lemaradt. Ez személynek nagyon a végtempója. És féktávnál rá esik szó szerint. Csak itt az első-második helyen van csata. Szene István és Gál Szilveszter között. Jaj, na, összejön, nem, de, és menekülnek le a lekörültek a pályáról, és Szilveszter meglőzte, de
egyszerűen nem adja fel, nem adja fel, megpróbálja visszaelőzni, nem sikerül. Zárja az évet Szilveszter. Itt szerintem még mindig nagyon rajta van. Nem adta fel István azért az első helyet. És nem adja fel, és féktáv. Állj, kis kocs. Mások kigyorsítás elég szépen kijött mindkettőjüknek. Ha maradt elég üzemanyaguk, akkor igen, igen, megpróbálja megelőzni. Hát... ez sportszerű volt, egy kicsi kocs volt, ennek hatással volt a Szilveszter, kicsit lecsúszott az évről. És István bizt bevárta, tehát kérem szépen, ez feljáték volt. Újabb menekülő körözött, ezután Ugonál Istvánt körözték le. És itt a vége, Fusselvéle, első helyezett. Első helyezett Gál Szilveszter, második helyezett Zene István. Harmadik helyezettünk Kulas István, negyedik Dávid Kovács, ötödik Réti Attila, hatodik Létai Attila, hetedik Cséplő Máté, nyolcadik Ádám Rafai, kilencedik Orbán Péter, tizedik Major Gábor, tizenegyedik Molnár István, tizenkettedik Orsós János, tizenharmadik Varga István, 14. Kis Levi, 15. Szandó Balázs, Brutócki Gábor 16. Primus 17. Úgyhogy az első 12 emberke kap pontot, ugye a weboldalon nx www.nxgpgp.li.ga oldalon, ezt meg lehet nézni, ott már megvannak a pontok. Ez volt az NXGP Bahreini futama. Úgyhogy lássuk, hol a kép. Csókolom. Úgyhogy ez volt a Bahreini futam. Következő futamunk Spa-Francorchamps lesz, ahol soft medium gumik lesznek, úgyhogy ott majd megtudhatjuk, hogy mi lesz a folytatása ennek a párviadalnak, a Szilveszter, illetve a Cene féle párviadalnak, és Rudas István hogy tudja megvédeni a bajnoki címét. Úgyhogy Belgiumban találkozunk.